Így váltott a régi honlap az újra. Mindezt a kedd délelőtti városházi sajtótájékoztatón mutatták be. A váltást több ok is indokolta, a gyula.hu egy nehezen kezelhető, kissé elavult portállá vált. Közterületeinket szépítjük folyamatosan, ahogy a hétvégi Göndücskert átadón is lehetett látni. Azonban a közterületeink megújításával együtt a város virtuális terét is korszerűsíteni kell. A közkincs program keretén belül készült nekünk egy városi adattár, honlap, amely már több tekintetben is elavult, és nem állja ki a kor követelményeinek próbáját. A megújult portállal kapcsolatban a polgármester hangsúlyozta, a korábbinál esztétikusabb, gyorsabb, áttekinthetőbb, és a hónapokon át tartó próbaüzemnek köszönhetően az is kiderült, hogy felhasználóbarátabb, mint a régi. Egy korábbi elmaradást pótolt ezzel az önkormányzat, emelte ki a címzetes főjegyző. Becsiné dr. Szabó Márta kifejtette, amellett, hogy a közérdekű adatokhoz könnyen hozzáférhetnek az érdeklődők, nem kevesebb, mint 70 ügyet akár itt is el lehet intézni. 70 ügy van, amit már interneten keresztül tud a lakossággal, a hivatallal kapcsolatban elintézni, és nyilván az a cél, hogy ahogy polgármester is mondta, hogy ennek a fokozata ne egyes, hanem legalább kettes szintre emelkedjünk, és utána még ugye anyagi lehetőségek függvényében ezt tovább fejlesztjük, és minél több olyan ügyet lehessen elintézni a interneten keresztül, amit egyre jogszabály lehetővé tesz. A fejlesztés értéke valamivel bruttó 4 millió forint alatt maradt.